Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 24-én kinyílik egy égi kapu. Ez egy finom energiamező, kihat egy spirituális területre, és van gyógyító hatása is. Mint mindig, egy ilyen napon Alkyone csillag hatása alatt állunk. Alkyone lefordítva egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Tehát itt megvan a lehetőség arra, hogy kapjunk segítséget, vagy mi győzzünk gonosz emberek ellen, de ne azért, mert hogy harcoljunk, hanem hogy elkerüljük ezeket az eseményeket, elkerüljük ezeket a személyeket. Ezen a napon újra tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Mint mindig, minden alkalommal van egy szimbólum, és mindig van egy más téma. Ezen a napon, tehát 24-én Kimi uralkodik. Kimi lefordítva egy hidat jelent, egy kapcsolatot az égi hatalom és a földünk között, a nőies és a férfias energia között, a nap és az éjszaka között, a tudat és az öntudat között. Tehát itt van két irány, különbség, de mégis megvan a kapcsolat. Ami fontos, hogy legyen meg a nyugalom, és legyen meg a belső egyensúly. Ez a szertartás segít abban, hogy megtaláld ezt a nyugalmat, és meglegyen a híd, meglegyen a kapcsolat közted és közte, hogy legyen közeledés, hogy legyen meg ez a belső egyensúly. Azon kívül kihat ez a szertartás más kapcsolatokra is, ahol hidat szeretnél építeni. Ez lehet egy kereskedelmi kapcsolat, egy munkahelyi kapcsolat, családi kapcsolat, de, mint említettem, az is fontos, hogy a szerelemben a nőies és a férfias energia között, tehát közted és közte meglegyen ez a híd, és ezen a hídon tudjatok találkozni. És így meg lesz majd a kiegyensúlyozottság, a belső nyugalom, a belső egyensúly. Örülnék, ha érdekelne ez a téma, vagy ez a szertartás. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!